Templomuk felszentelésének 85. évfordulóját ünnepelték a kisoroszi katolikus hívek. Volt mártonnapi műsor, lámpás felvonulás, majd ünnepi szentmisét mutattak be. A székelykevei hívek visszakapták szeretett papjukat, aki már korábban is szolgált a településen. Közeledik karácsony, az advent időszak december 2-án kezdődik. Hogyan várjuk a szent ünnepet? Ezekről a témákról hallhatnak mai műsorunkban. Tartsanak velünk! Mártonnapi műsorral kezdődött a kisoroszi templom 85. évfordulójának megünneplése a Torontál Magyar Oktatási Művelődési Központban. Az egybegyűlteknek zsíros kenyeret osztottak, majd pedig fiatalok és idősebbek közösen lámpásokkal vonultak a tájháztól a kápolnáig. Mi most egy mécsest készítettünk, ami abból állt, hogy megrajzolták nekünk az alapokat, nekünk ki kellett vágni és össze kellett ragasztani, majd pedig a végén beleraktunk egy mécsest. És mivel most nem sokára készek leszünk, ezért aztán lesz egy felvonulás, meggyújtjuk a mécsest és vonulunk. A legutóbbi népszámláláskor Kisorosznak 2840 lakosa volt. Az elmúlt években azonban sokan elköltöztek, ma feltehetőleg mintegy 700 magyar él még a faluban. Márton napja több szempontból is jelentős az itt élő katolikus hívek számára. Második alkalommal szervezik meg a Márton napi rendezvényt. Tavaly volt az első, és nagyon sikeres volt, ezért gondolták, hogy a szervezők, hogy jó lenne megismételni. Miért is fontos ez a Márton napi rendezvény? Ugye Márton nap az a téli időszaknak a kezdete, valójában a gazdasági évet ilyenkor zárják le, a pásztorok hazaterelték a nyájat, és elszámolást tartottak a gazdákkal. De ugyanakkor a falunak azért is fontos Márton nap, mert a Péter és Pál apostolokról elnevezett katolikus templomot Márton napján szentelték föl, méghozzá 85 éve ezelőtt, 1933-ban. A másik dolog pedig, ami Márton naphoz kapcsolódik, a kápolnánk is a Márton nevet viseli. A mártonnapi vigadalmat tavaly rendezték meg először, a kezdeményező Gogolák Marian a Petőfi program tavalyi ösztöndíjasa volt, a munkát most Balázs Józsefné Nagy Júri Anna folytatja. A néphagyományban a Márton nap esetében arra emlékeznek, hogy annak idején Szent Márton megsajnált egy koldust, és a köpenyét félbehasította, és akkor ezen a napon ugye hagyomány szerint libát esznek, illetve rétes sütnek, legalább akkora rétest, mint a köpeny volt valamikor. A Petőfi Sándor program ösztöndíjasa először volt aktív résztvevője egy ilyen nagyobb méretű rendezvénynek. Mint mondja, nagyon fontos, hogy bár fogyatkozó közösségről van szó, de a kisorosziak megmutatták, hogy képesek ilyen méretű esemény megszervezésére. Igen, kicsi ez a közösség, most már. Tehát kevés a gyerek, de én azt látom, hogy nagyon élni akar ez a közösség. És van egy hímzőkör, van egy népzene, vagy egy népdalkör, akik nagyon rendszeresen összejárnak, nagyon próbálják ápolni a magyar nyelvet, illetve a magyar népzene kultúrát. Itt hímeznek folyamatosan, a tájházat fönntartják. Kisorosz az egyik legrégebbi település a vidéken. Az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben oroszi néven plébániaként szerepel és egyházi adót fizettek. A török hódoltság után a katolikus magyarok 1797-ben, a németek 1799-ben telepedtek le. A jelenlegi plébánia templomot 1933. november 11-én szentelte fel a bánáti apostoli kormányzó. A mai templomunk harmadik templom a török hódoltság után, és a mai napon 85 évvel ezelőtt lett felszentelve. A templom összegyűjti a hívő közösséget, jelképezi az ő hitét, egyben így helye a kultúrának és a nyelvnek a használatának is. Tehát az élettel együtt éli meg a keresztény ember a templomjában az ő mindennapját, és különösképpen az ünnepeket. Boldog az a nép, amely ünnepelni tud, olvassuk a Zsoltáros könyvben, és ez az ünnep
ennek a falunak is egy nagy ünnep volt, mert Szent Mártonra készülődve a legkisebbtől a legidősebbekig mindenki részt vett. Úgy a Szent Mártoni mécsesek készítéséből, alkalmi műsorból gyűjtötték össze a régi dolgokat a kiállításhoz, megszervezni, a mindent a helyére tenni, a templomot főtakarítani, a környékét. Tehát egy általános nagy megmozdulás volt a faluba, tehát az egész hívő közösség érezte, hogy ez az ünnep az övé. Az ünnepi szentmisén Eliász Oiledvarin, szentmihályi plébániai kormányzó mondott szentbeszédet. A szentmise végén megnyitották a templomhoz kötődő szentképek, szobrok, különböző tárgyak és dokumentumok kiállítását, amit az elkövetkező időszakban majd azok is megtekinthetik, akik nem voltak jelen a mártonnapi ünnepségen. Pető László 1964-ben született Nagykikindán. Általános iskolába oroszlámoson és törökkanizsán járt, majd elkerült Szabadkára, azután pedig 3 évig Zágrában tartózkodott, míg végül Szegeden fejezte be teológiai tanulmányait. Ekkor rövid ideig Székelykevén volt plébános. Azóta többször is áthelyezték, és most 19 év után visszakerült Székelykevére. Mikor eljöttem, hát lehet mondani, aki itt van, Csipak Csaba, plébános, hát korrekt, és a hívek is lehet mondani örömmel fogadtak, voltak ilyen témáink, és még ma is tart, pedig már ugye 2 hónapja már itt vagyok. 3-at kezdtem, úgyhogy egy-egy eseményekről beszélgetünk, ami régen történt, és akkor felidézzük azokat a szép dolgokat, amik ugye ezek után ugye még emlékünkben van. És akkor azokat, akik annak idején voltak első áldozók, vagy én bírtam úgy köröztölni a másik plébánoson, Fischer János plébános mellett, akivel hát sok szép élményünk volt annak idején. Most ő a püspöki helynök a mi bánáti egyházmegyénkben itt. És hát neki sokat köszönhetek, mert mikor kezdő az ember, akkor nagyon sok mindenre szüksége van. És ha azt biztosítják, akkor egész másképp alakul a helyzet. Hát vannak néha úgy érzem emberi hibák is, úgy a papi élet folyamán is, de át kell valahogy hidalni őket, mert ez az életnek talán a rendje, hogy hogyan tudjuk azokat a nehezebb dolgokat, amik érintve érezzük magunkat, nem problémát csinálni belőle, hanem úgy, hogy a mi atyánkba is imádkozzuk, hogy úgy bocsássunk meg egymásnak, ahogy a Jóistentől is várjuk. Hogyan ápolja a hívők lelkét itt Székelykevén? Hát nekünk is mondjuk rá lehet, még fejlődni is kell, de van igény rá, tehát ez a lényeg. Hát mi találkozunk akár a házszentelések folyamán, vagy egy-egy ilyen családi alkalomban, amikor gyászmisét mutatnak, vagy meghívnak bennünket egy kicsit ugye utána egy kis agapéra, és elbeszélgethetünk velük, vagy egy kicsit az otthonjukba is betérünk egy-egy kávéra, vagy valamit. Tehát nem csak az a fontos, hanem az emberi légkör, amit ők akkor nekünk elmondanak, vagy megbeszélnek, vagy eltöltünk egy bizonyos, tehát pár percet, amikor észre se vegyük, tehát majdnem, de mind a kettőnknek olyan épülésére van. Ön ki szokott járni egy idősebb személyekhez, házhoz? Hát igen, van egy pár ilyen alkalom, mikor ugye első péntek van pláne, tehát vannak, akik jobban igénylik, rendszeresebben, vannak, akik csak olyan nagyobb ünnepekre ugye várnak bennünket, és hát ez egy alkalom az, akik már a múlt évek, évtizedek során tehát vallásokat mélyebben gyakorló hívek voltak, és hát most már az egészségük nem engedi, hogy ők eljussanak már csak a templomba is, és nincs is nagyon olyan személy, akire nagyon mindig számíthatnak, vagy nem akarják őket annyiszor terhelni. És hát mi örömmel elmegyünk Csabával is, és fölkeressük azokat a személyeket. Hát ott is egy kicsit eltöltünk időt, attól függ, hogy milyen az igénye, milyen az állapota, de sokan földerülnek, tehát, de mind a ketten gazdagabbak, hogy amikor elbúcsúzunk, mert végül is látszik bennük azt, hogy örülnek a találkozásnak úgy a
az oltári szentséget, hogy magukhoz vették. Tehát szükséges is, és úgy gondolom, hogy sok lelki pásztor ezt gyakorolja is, és nagyon helyes, hogyha erre időt szakítunk. Hány hívő van itt Székelyken? Hát most már egy kicsit össze, ahogy mondják, mi tájékunkon zsugorodott, de még mindig azért vannak, hála Istennek, úgyhogy hát nem egész nagyon telt a templom, de azért ilyen ünnepek kapcsán lehet mondani 3/4 azért, mert ugye idősebbek maradtak itt, sokan külföldre kikerültek, most épp szombaton majd jönnek ilyen konyhai napokra, reméljük, hogy sok hívővel fogunk így találkozni, akiket már ismertünk is, de hát ők élik ugye az ő életüket, itten sokan tehát nehezebb anyagi helyzetbe kerültek, és hát valahogy úgy döntöttek, hogy így próbálnak segíteni rajta. Hát mostan sajnáljuk, hogy elveszítettük ilyen formán őket, de hát ha haza is látogatnak, ez is egy jele annak, hogy nem mondtak le Székelyről. Szoktak-e valamilyen foglalkozást szervezni a templomon kívül? Hát annyira még én nem vagyok benne az ilyen kulisszák mögötti dolgoknak a rejtélyeibe, de Székelykevén nagyon sok dolgok történtek akkor is, meg most is, mert sokat adnak úgy az ő népi szokásaikra, különböző vallási tehát dolgokat jobban át tudnak élni. Akkoriban is emlékszik, huszárjátékok is voltak, meg különböző tehát dolgok, amiket máshol nem annyira lehetett tapasztalni. A hittanosok is, most már úgy látom, egy-egy hittanos is komolyabb minisztrálni, és tehát látszik, hogy érdekli őket az a vallási dolog, meg hát jó a vallási családi háttér, és ez mindig kihat, hogyha egészségesebb családok vannak, vallásosabbak, akkor a gyermekek is valahogy jobban vonzódnak, jobban, tehát azt a vallást megpróbálják ugye tapasztalni, meg gyakorolni, és ez helyes is. Közeledik a karácsony, december 2-án már advent első vasárnapja lesz, amikor is megkezdődik az egyházi év azon időszaka, amikor Jézus Krisztus eljövetelére, az ő születésére, karácsony ünnepére készülünk. A várakozás ideje van a szívemben, hogy az adventben elcsendesüljek, alázatosabb legyek, jobban oda tudjak figyelni a környezetemre ebben rohanó világban, hogy megálljak egy kicsit, és fénysugározzak mások felé, hogy lássák, hogy a karácsony milyen öröm, és hogy engedjük be szívünkbe a békét, a szeretetet, ne szorítsuk el magunkba, tudjunk egy kicsikét engedelmesebbek, alázatosabbak, kedvesebbek, nagyobb szeretetet sugározni mindenki felé, ebbe komor világba, hogy békét sugározzunk, mert mindenki erre vágyik, szeretetre, békére, figyelmességre, hogy észrevegyük a másiknak a gondjait, bajait, ne csak a sajátunkkal legyünk elkeveredve. Én nekem nagyon szép, mint a karácsony előtt, édesanyám, vagyunk mi a 16-an, és végezzük a Szent Család 9-et. Imádkozom mindenkiért, minden családért, hogy ne csak a pompa, ne csak a fényűzés, hanem a szívükbe engedjék a Szent Családot, mert akkor lesz a karácsonynak igazán értéke. Ha szívünkben, saját szívünkben béke van, szeretet, megértés, engedelmesség, akkor biztos, hogy nagyon szép lesz a számunkra karácsony. Az advent 4 hetes szent idő, a karácsonyra való felkészülés ideje.
Az advent színe a lila, melyet a hívek asztalán ékeskedő koszorú gyertyái is jelképeznek, melyek fényei mély üzenettel szolgálnak. A lila tudjuk, hogy a bűnbánatnak a színe, és a liturgiában, ebben az időszakban, a misében hiányzik a dicsősége. Az adventnek a kezdete valójában november 30-ának a legközelebb eső vasárnapjának a vigíliájával kezdődik, és befejeződik a karácsony első vigíliájával, tehát előesti miséjével. Láttuk, és hát nagyon divatban van most is, még mindig, a négy gyertya használása. Ez a négy gyertya közül három lila színű és egy rózsaszín. Mit jelképeznek ezek a gyertyák valójában? A Vulgátában ezek a gyertyák elsősorban Krisztusnak a megszületését, az egyik gyertya, a második gyertya, szóval hármas jelentése van, nem a gyertyákról van most szó, hármas jelentése van a Vulgátában. Azt jelenti, hogy Krisztus megjelenése, Krisztus kegyelem harmatában való megjelenése, és a harmadik pedig az eszkatolikus katolikus megjelenése az utolsó ítélet napján. Most Ince pápánál egy érdekes dolog jelentkezik, ez 11., 12. és 13. században. Ince pápa pontosan meghatározza négy jelentését ennek a gyertyáknak. Az első gyertya azt mondja, hogy a Krisztus testben való megjelenése, a második gyertya a kegyelemnek a harmatában való megjelenése, a harmadik az ő kereszt halála által való megjelenése, és a negyedik pedig az exkatolikus megjelenése, tehát az utolsó ítéletnek a napján. Érdekes dolog, hogy az egyik gyertya nem négy lila, hanem csak három lila gyertya van, és van közte egy rózsaszín gyertya. Tudjuk, hogy a rózsaszín gyertya az egyházban az örömnek a jelképe. Hát valójában az advent is egy örömteli boldog várása, a mesiásnak a várását jelenti. Az adventi előkészület során tettekben megnyilvánuló jó cselekedetekkel is készülünk az ünnepre, és fontos a böjtölés és a bűnbánat is. Lelkileg fölkészüljenek, tehát, hogy elvégezzék a szentgyónásukat, és így várják a mesiásnak a megszületését. Csak a 16-tól 25-ig időszak az ő testbeli eljövetelét határozza meg. Tehát látjuk, hogy valójában úgy, mint ahogy a nagybőjti időszakban is, ez bűnbánati időszak, tehát egy felkészülést igényel a hívektől, tehát egy lelki felkészülést, egy lelki felfrissülést, és hogy így várjuk, és hogy hajlékot biztosítsunk a megszületendő Jézusnak a mi lelkünkben is, tehát úgy mondjuk, hogy jászolt készítsünk neki a mi lelkünkben. Az adventi koszorú első gyertyáját az idén december 2-án gyújtjuk meg, hogy azután minden vasárnap egyel több gyertya fénye világítson, egyre nagyobb fényt árasztva a legszentebb ünnep karácsony eljövetele előtt.